Igyál egy kis teát. Nem nagyon kívánom. Vodkát? Nem iszom én minden nap. Na. Vodkát. Meg aztán meleg is van. Dadus, milyen régen ismerjük mi egymást? Milyen régen? Istenem, ha ez nekem most eszembe jutna. Amikor idejöttél, akkor még élt Vera Petrovna Szonyecska anyja. 2 télen át minden nap ide jártál, amíg ő még élt. 11 éve, bár az is lehet, hogy több. Nagyon megváltoztam azóta. Nagyon. Azelőtt szép voltál, fiatal, mostanra megöregedtél. Szépséget sem a régi már, és szó, ami szó, iszol. Hát igen, más ember lettem a 10 év alatt. És mitől? Agyon dolgoztam magam, Dadus. Reggeltől estig talpon, nyugalma nincsen. Éjszaka meg csak fekszik az ember az ágyban és retteg, nehogy betegeskedjen rohadtul. Hát, hogy ne öregedtem volna. Amióta ismerjük egymást, egyetlen szabad napom nem volt. Ez az egész élet is olyan unalmas, ostoba, piszkos. Elnyeli az embert. Örös körül csupa furcsa figura. Csak furcsa figurák. Eltölt az ember köztük 2-3 évet, és anélkül, hogy észrevenni, ül belőle is egy mániákus, furcsa figura lesz. Ha, nincs kiút, ez a sor. Ölj csak, mekkora bajusz növesztettem! Hülye bajusz! Belőlem is az lett adós. Figura! Az eszem még a helyén van. Isten vigyázott rám, elbutulni még nem butultam el, de az érzések valahogy kihaltak belőle. Én nem szeretem senkit, nekem semmi nem kell, nem szeretem senkit. A téged talán még szeretlek, gyerekkoromban nekem is ilyen dadusom volt. Enni csak akarsz. Na. Nagy bőt után a harmadik héten át kellett mennem a szomszéd járásból a járvány miatt. Gyűjtéses tifusz. Házakban egymás egyé hátán az emberek. Forjak a padlón együtt a betegekkel, a malacok ugyanott. Egész nap rótottam, futottam, nem ettem semmit. Le sem ültem. Este, amikor hazaérek, hát ott se hagynak nyugtan. Hozzák a vasútról a váltó, felteszem az asztalra. Megoperáljam az meg. Fogja magát és meghal nekem kloroformozás közben. És látod, most, amikor nem kellene, most beszélj, föltámadnak az érzelmeim. Húzd a lelkismeretnek, hogyha direkt öltem volna meg.
Leülök, beújnom a szememet, és azt gondolom, hogy azok, akik majd 100-200 éve utánunk élnek, és akiknek mi most törjük az utat, megemlékeznek-e rólunk egy jó szóval? Hát nem, Dadus, nem. Az emberek nem, de a jó Isten meg fog emlékezni rólunk. Ha, köszönöm szépen, ezt jól mondtad. Az igen. Az igen! Na, ki aludtad magad? Ki? Nagyon is. Amióta itt vagyunk a professzor a nejével, kizökkent az élet a kerékvágásból. Sohasem idejében alszom, hanem mindig reggeli után. Ebédre meg mindenféle gezemicét eszem, bort iszom. Egészségtelen ez így. Azelőtt nem volt egy szabad percem se, szóval meg én úgy dolgozom, hogy le a kalapba, most meg Sonya dolgozik egyedül, én meg csak eszem, iszom, alszom. Nem jó ez. Szép kis rend. Professzor délben ébred, mindenki hozzáigazodik. Még nem voltak itt mindig egy óra tájban ebédelni más rendes emberek. De amióta itt vannak, este hétkor. Éjszaka a professzor olvas meg ír, aztán éjjel kettőkor megszólal a csengő. Mit óhagy, kedves? Azt mondja, te át. Költhetem fel az embereket, gyújthatom be a szamovárt, na? A szép kis rend. És soká lesznek még itt? 100 évig. A professzor itt akar letelepedni. Tessék, most is. Itt van a reggeli az asztalon, ők meg elmennek sétálni. Jönnek már, jönnek! Ne aggódj! Nagyszerű, csodálatos látvány! Elbűgölöd, gyilkosságos úr! Hölgyeim és uraim! A teja! Teja! Papa, holnap kimegyünk az erdészetbe, van kedved? Kérlek, barátom. Küldjetek a teát a dolgozószobámba, egy fontos munkát még el kell végeznem. De az erdészet biztosan tetszeni fog neked is. Füllet van. Meleg füllet a levegő. Ami professzorunk meg kabátban kalucsnival jár, esernyővel, keszkivel. Biztos vigyázz magára. Jaj, de a felesége. Az milyen gyönyörű asszony. Életemben nem láttam még ilyen csodálatos nőt. Én akár a mezőn járok, akár egy árnyos kertben sétálgatok, akár ezt az asztalt nézem, én kimondhatatlan gyönyörűséget érzek. Csodaszép az idő, a madárkák dalolnak, mindjárt békében egyetértésben élünk. Mi kell még? Szívből hálás vagyok maguknak. A szeme! Gyönyörű asszony! Na, mesélj már valamit, Iván Petrovics! Mit meséljek én neked? Na, nincs semmi újság. Nincs! Nem történik semmi. Én ugyanaz vagyok, aki voltam, talán egy kicsit rosszabb, mert elhústultam. Nem csinálok semmit egész nap, csak morgok, mint egy medve. Mama, az én öreg csókám, még mindig a női emancipációról fecseg. Egyik szemével már a sírba néz, de a másikkal az új élet hajnalát keresi a bölcskönyvekben. És a professzor? Hát, és a professzor, hát az kora reggeltől öreg éjszakáig ül a dolgozószobájában, és ír, mint mindig. Ódákat költünk, s írunk, írunk, lankadatlanul. De jaj, se versünkre, se mireánk, dicsfény árja sose hull. Szegény papír! Inkább az önéletrajzát írnám meg, mennyivel jobb téma lenne. Gondolj csak bele, egy nyugalmazott professzor, egy vénkóró, egy tudós kakadú, aki csupa migrén, köszvény, meg reuma. A féltékenységtől, meg az irigységtől földagadt a mája. Na, ez a vén kakadú kiköltözik az első felesége birtokára,
Itt él, de csak kényszerűségből, mert arra már nem telik neki, hogy városban lakjon. Örökké csak sápítozik, hogy milyen szerencsétlen. Pedig ha valakinek, neki aztán szerencséje volt. Gondolj csak bele, egy egyszerű sekrestés fia, egy kis szeminarista, de addig, amíg tudományos fokozatot szerzett, egyetemi katedrát. Méltóságos úr lett belőle. Persze, szenátor volt az apósa. De hát, nem is ez a fontos. Megmondom én neked, hogy mi a fontos. Az, hogy egy ember 25 éven át írja a könyveket, tartja az előadásokat a művészetről, és közben kiderül, hogy semmit sem ért a művészethez. 25 éven át kérődzi vissza a mások gondolatait, naturalizmusról, realizmusról, meg mindenféle egyéb ostobaságról. 25 éven át írja és mondja, hát amit az okosok már régen tudnak, a hülyéket meg úgy sem érdekli. Vagyis 25 éven át egyezte a zabot! Na, nézd meg, micsoda igényei vannak. Nyugalomba vonult, de egy árva lélek se tudja a nevét, azt se tudják, hogy kicsoda. Vagyis 25 éven át más elől foglalta a helyet. És hogy vonul? Mint egy félisten! Én meg úgy látom, hogy te féltékeny vagy rá. Féltékeny, irigy, egy kutya, igen. Irigy. Milyen sikere van a nőknél. Nincs az a Donhuán, akinek ekkora sikere lett volna. Az első felesége, a húgom, gyönyörű, szelíd teremtés volt. Olyan tiszta, mint a kék ég fölöttem. Nemes, nagy lelkű. Több hódolója volt, mint Emennek tanítványa. Úgy szerette, ahogy csak a tiszta angyalok tudják szeretni a hozzájuk hasonló tisztákat és gyönyörűeket. A második felesége, aki szép, okos, láthattad, na hát az akkor ment hozzá, amikor ez már öreg volt. Neki adta a szépségét, a fiatalságát, a szabadságát, a ragyogását. Miért? Mire föl? Ja. Hűséges a professzorhoz. Sajnos igen. Hogy sajnos? Mert ez a hűség kívül belül hamis. Túl sok benne a retorika, és hiányzik belőle a logika. Megcsalni egy öreg férjet, akit az ember ki nem állat, ez erkölcstelen. De elfojtani a fiatalságodat, az eleven érzéseidet, az nem erkölcstelen. Nem szeretem, Ványa, ha így beszélsz. Azért tényleg, aki megcsalja a férjét vagy a feleségét, az akkor egy hűtlen ember. Az még a hazájához is képes hűtlen lenni. Na most jó lenne, ha nem szólnál bele. Már megbocsáss, Ványa, de nekem a feleségem az esküvő másnapján elszokott tőlem. Azon az alapon, hogy nekem nem vonzó a külső. De én azóta se szektem meg soha szent esküvet. Mind a mai napig szeretem és hűséges vagyok hozzá. A vagyonomat odaadtam a gyermekek nevelésére, akiket a kedves ének sült. A boldogságom oda lett, de a büszkeségem megmaradt. És neki a fiatalság elmúlt. A szépség a természet törvényei szerint elhamvadt. A kedvese lehunta a szemét. Neki mi maradt, ugye? Dadus, valami parasztok vannak itt. Eredj, beszélj velük, majd én intézem a teát.
az ön férjéhez jöttem. Sürgősen jutok, hogy nagyon beteg. A reumája meg egyedek. Erre most kiderül, hogy egészséges, mint a ma. Tegnap este nagyon rossz kedve volt. Panaszkodott, hogy fáj a lába. De ma nincsen semmi különös. Én majd a nyakamat törtem, úgy siettem. Hát a mindegy, nem az első eset. Most viszont itt maradok magunknál éjszakára, legalább jól kialszom magamat. Nagyszerű. Úgyis olyan ritkaság, hogy nálunk maradjon éjszakára. Biztosan nem is ebédelt, ugye? Nem kérem, még nem ebédeltem. Hát akkor legalább megebédel. Mostanában 6 óra után ebédelünk. Hideg a tea. A szamovárnak már jelentősen csökkent a hőmérséklete. Nem számít, Ivan Ivanics. Hidegen is megisszük. Pardon, kérem? Nem Ivan Ivanics, hanem Ilja Iljics, kérem szépen. Ilja Iljics Kelegi. Vagy ahogy egyesek hívni szoktak a ragyás harcdőröm miatt, rücskös, hogy szivacs. Valamikor én tartottam keresztvíz alá szönyecskát. És a méltóságos úr, az ön férje nagyon jól ismer engem. Itt lakom most önöknél, ugyebár ezen a birtokon. Ma méltóztatott észrevenni. Minden nap önökkel ebédelem. Írja Illics, ami segítő, ami jobb kezük. Jöjjön keresztapa, törtök még magának. Mi a baj, nem van? Elfelejtettem szólni Alexandrónak. Jába, cserbe hogy már a memóriám. Ma levelet kaptam Harkovból. Pavel Alexeyev elküldte az új brosúráját. Ma is érdekes? Érdekes, de... valahogy mégis különös asszá fújja, amit 7 esztendővel ezelőtt még. Ő maga védelmezett. Furcsa. Nincs abban semmi furcsa, mamó. Igya csak a teáját. Én beszélni akarok. Aj, beszélni, beszélni. 50 éve csak beszélünk és beszélünk. Olvasok a brossúrákat. Nem kéne már végre abba hagyni? Téged valamiért zsenírozz, ha én beszélek. Bocsáss meg, Jean, de az utóbbi 1 év alatt annyira megváltoztál, hogy abszolút nem ismerek rá. Pedig te határozott elvekkel rendelkező, ragyogó egyéniség. Ragyogtam én! Ó, csak világítani nem világítottam senkinek. Ragyogó egyéniség voltam. Nincs ennél gonoszabb vicc. 47 éves vagyok. Egy ideig akárcsak maga tömtem a fejembe a tudományokat, hogy ne lássak semmit, hogy ne lássam a valódi életet. És azt hittem, hogy jól teszem, de most? Ha maga azt tudná. Sokszor éjszakákon át nem alszom a dűtől, a haragtól. Ilyen ostobán elpazaroltam az időt, miközben mindent megkaphattam volna, amit most már megtagadt tőlem az öregség. Igen, már késő, a korom miatt minden késő. Lánya bácsi, unalmas. Úgy csinálsz, mintha a korábbi elveit tehetnének bármiről is, pedig nem azok a hibásak, hanem te magad. Elfelejtett, hogy az eszme önmagában semmi. Halottszunk. Inkább munkálkodnod kellett volna. Munkálkodni, persze. Nem lehet mindenki egy irkáló perpétum mobile, mint a maga herr professzora. Mit akarsz ezzel mondani? Én mama, Bánya bácsi, könyörgöm. Jól van, hallgatom. Bocsánat, bocsánat. Milyen szép ma az idő. Nincs olyan hőség. Tényleg. Ilyen időben legokosabb, ha fölköti magát az ember. Na most mit akartak a parasztok? Takarmányért jöttek. Melyiket hívott? Kendermagos elkószált a csibével. Félek, hogy elviszi őket a bajba. Doktor úr, itt van? Itt vagyok. Doktor úr, legyen szíves, magáért jöttek. Honnan? Járt. Köszönöm a lással. Mindenhát, ha menni kell, menni kell. Tehát végemek. Ja,
Jaj, de kellemetlen, de utána jöjjön vissza ebédelni. Nem lehet, nem. Ez már késő lesz. Tudod, hogy kedvesem, hozzáadni nekem egy kupica vodkát. Igen. Osztrovszki valamelyik darabjában van egy ember, akinek nagy a bajusza, de kicsi a tehetsége. Hát ez volt még így. Volt szerencsém, ajánlom magamat. Ha egyszer benézne hozzám, mondjuk Szofia Alexandrovnával őszintén örülnék. Nekem igazán kicsi a birtokom, összesen 30 hektár, de olyan mintakertészetem és faiskolám van, hogy olyan 1000 kilométeres körzetben nem talál. Az enyém mellett van a nagy erdőgazdaság, de csak egy öreg erdész van, hogy gyakran betegeskedik, úgyhogy lényegében én intézek minden. Igen, hallottam már, hogy maga imádja az erdőt. Nyilván nagyon nagy hasznot hozhat. De nem látod, ez az igazi hivatásában, elvégre maga mégiscsak orvos. Az csak a jó Isten tudja, hogy mi az ember igazi hivatása. Érdekli az erdőt? Igen, érdekli. Ó, nagyon! Maga még fiatal embernek látszik. Legfeljebb 36-37 éves. Nem lehet az olyan érdekes, mint ahogy mondja. Mindig csak erdő, meg erdő. Gondolom inkább egy hangú lehet. Nem, dehogy. Rendkívül érdekes. A doktor minden évben új erdőket telepít. Már kapott is egy bronz emlékérmet és egy oklevelet. Azon fáradozik, hogy ne írtsák ki az öreg erdőket, ha meghallgatja, teljesen egyetért vele. Azt mondja, az erdő megszépíti a földet, megtanít bennünket arra, hogy mi a szép. Jobbá teszi az embert. Az erdő megenyhíti a szigorú éghajlatot. Azokban az országokban, ahol enyhe az éghajlat, nem lecsérelnek annyi erőt a természettel való küzdelemre, ezért ott lágyabb, gyengédebb az ember is. Szépek ott az emberek, hajlékonyak, tudnak lelkesedni. A beszédük választékos, a mozgásuk kecses. A filozófiájuk nem olyan komor. A nőkhöz való viszonyuk csupa elegáns nemesség. Bravo! 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 Hát ez mindig az, de engem nem győz meg. Úgyhogy engedd meg, drága barátom, hogy ezentúl is fával fűtsem a kályhát, és fából építsem a fészert. A kályhát fűthetek tőzeggel. Fészert meg építesz kőből. Jó, megengedem, szükségből kiválhatod az előregedett fákat. De miért kell kiirtani az erdőket? Az orosz erdők reszketnek a balna csapások alatt. Fák milliárdjai vannak, meg pusztul a vadak a madarak lakóhelye. Elapadnak és kiszáradnak a folyók, csodálatos tájak tűnnek el véglegesen, és mindez csak azért, mert a lusta embernek nincs annyi esze, hogy lehajoljon és felszedje a földről a tüzet. Hát nincs igazam a szöveg. Hát micsoda barbárnak kell lenni ahhoz, hogy az ember eltüzeljen a kályhájában ennyi szépséget, tönkretegye azt, amit ő maga létrehozni nem tud. Azért kapott az ember értelmet és alkotóerőt, hogy megsokszorozza azt, amilyen van. De eddig még nem teremtett semmit, csak rombolt. Egyre kevesebb és kevesebb az erdő, a vadak kipusztulnak, az éghajlat tönkretéve, és a föld napról napra szegényebb is jutott. Látod? Te is gúnyosan nézel rám, és amit mondod, hogy szerintem nem komoly. Csak ugyan lehet, hogy csak az én mániám az egész. De amikor elmegyek a parasztok erdei mellett, amelyeket én mentettem meg a kivágástól, vagy amikor hallom, hogy zúg az én fiatal erdőm a szélben, amit a saját kezemmel ütettem, akkor tudom, hogy az éghajlat egy kicsit tőlem is. És hogyha ezer év múlva boldogatot lesznek az emberek, ez egy kicsit miatta is lesz. Amikor mirfát ültetek, ha látom, hogy zöldel és hajlong a szélben, akkor a lelkem örül, és büszke vagyok, hogy... Végeredményemben lehet, hogy tényleg csak az én mágiám az egész. Volt szeretném ajánlom magam. És mikor jön el újra hozzánk? Nem tudom, kérem. Megint egy hónap múlva. Nem tudom. Iván Petrovics, maga már megint lehetetlenül viselkedett.
Mindenképpen föl kell bosszantani az édesanyját, ugye? A perpétum mobilét emlegetni. És ma a reggelinél megint veszekedett a férjemmel. Milyen kicsinyes dolog. De egyszer gyűlölöm. Aj, nincs miért gyűlölnie. Ő is ugyanolyan ember, mint bárki más. Nem összön magának. Ha egyszer látná saját magát, az arcát, a mozdulatait. Hogy maga mennyire lusta élni. Mennyire lusta? Igen. Igen, lusta vagyok. Meg unom is. Mindenki a férjemet szidja. Mindenki sajnálkozva néz rá. Szegény szerencsétlen öreg a férje. Ez a felém áradó részvét. Hogy én hogy átlátok ezen? Láma, hogy az előbb a doktor mondta. Maguk mind felelőtlenül pusztítják az erdőt, és végül nem lesz semmi a földön. Na, hát ugyanilyen felelőtlenül pusztítják az embert is, és végül nem lesz a földön se hűség, se tisztaság, se önfeláldozás. Aj, mondja, miért nem tud maga közömbösen nézni egy nőre, hogyha nem a magáért? Tudja miért? Mert mindannyiukban ott ül a pusztítás ördöge. Nem kímélik maguk sem az erdőt, sem a madarakat, sem a nőket, sem egymást. Nem bírom ezt a filozófiát. Ennek a doktornak érdekes arca van. Igen. Olyan ideges, kimerült arc. Szonyának nyilván tetszik, szerelmes belé. Meg is értem. Már háromszor járt itt, de egyszer sem beszéltem vele rendesen. Elég barátságtalan voltam, azt hiszi arra szolgál. Tudja, Iván Petrovics, mi azért lettünk ilyen jó barátok, mert mind a ketten életünk unalmas emberek vagyunk. Igen, unalmasak. Ne nézzen így rám, ezt nem szeretem. Nézzetek magára másképp, ha egyszer szeretem. Maga az életem, a fiatalságom, a boldogságom. Tudom, hogy semmi esélyem nincs a viszonzása, de nekem nem is kell más, csak hagyja, hogy nézzem magát, halljam a hangját. Elég legyen. Ne menjen el. Engedje, hogy beszéljek a szerelmemről. Ne kergessen el. Nekem már az is a legnagyobb boldogság lenne. Annyira lényes. Thank you.
Ki az? Szonya, te vagy az? Én vagyok. Te vagy, Lenocska. Kibírhatatlanul fáj. Leesett a takaród a földre. Ne olyan füllettség van. Az előbb elszundítottam, és azt álmodtam, hogy a bal lábam nem az enyém. A kínzó fájdalomra ébredtem fel. Nem, ez nem közhőny, ez inkább reuma. Hány óra van? 5 perc elmúlt, 4:15. Reggel, keresd meg a könyvtárban ezeket a könyveket. Úgy emlék, hogy megvolt nekünk. Tessék? Keresd meg, amiket összeírtam, megvolt nekünk. De miért kapok ilyen nehezen levegőt? Fáradt vagy. Második éjszaka nem alszol. Azt mondják, Turgenev a közfénytől kapott szívgörcsöt. Attól félek, hogy én is így járok. Átkozott undok öregség az ördögügyel. Amióta megöregettem, ki nem állhatom magamat. Meg persze, ti is utáltok rám nézni. Úgy beszélsz az öregségedről, olyan hangon, mintha mi tehetnénk róla. Ben, te utálsz inkább. Természetesen igazad van, nem vagyok ostoba, megértelek. Fiatal vagy, szépen épséges. Én a nyakaszim, öreg vagyok. Hát, hogy azt hiszed, hogy nem értem. És persze ostoba dolog, hogy még mindig élek. De várjatok egy kicsit. Sokára mindnyájátokat megszabadítalak. Nem sokára józom már. Uram, az Isten szerelmére hallgass már! A végén kiderül, hogy miattam nem bírjátok. Miattam unatkoztok, tékozoljátok a fiatalságotokat. Csak én élvezem az életet, én vagyok elégedett. Hát, hogy nem. Nagyon természetes. Hallgass el! Halálra kínzol! Én mindenkit halálra kínzok. Nagyon természetes. De is elhetetlen. Mit akarsz tőlem? Mondd meg! Semmit. Akkor hallgass el! Hallgass el, jó? Könyörögve kérlek! Milyen furcsa! Ha ványa mond valamit! Vagy ez az idióta öregasszony, az igen, semmi baj. Mindenki meghallgatja. De szóljak csak én egy szót is. Mindenki rögtön szerencsétlennek érzi magát. Még a hangom is utálatos. De jó. Legyük fel, hogy kiállhatatlan vagyok. Önző zsarnok vagyok. De hát még így öregen sincs egy kis jogom az önzésre. Nem érdemlem meg, hát kérdem én. Nincs jobb a békés, nyugodt öregségre, egy kis emberi figyelmességre. Senki nem vitatja el tőled a jogaidat! Senki a jogaidat nem vitatja el tőled. Egész életemben a tudományért dolgoztam. Megszoktam a tanszéket, az előadótermet, tiszteltem ért a kollégákat. És most egyszerre itt találom magam ebben a kriptában. Ugyanazokat az ostoba embereket látom, az üres fecsegésüket hallgatom. Én még élni akarok. Én szeretem a sikert, szeretem a hírnevet, a pesgést. Úgy érzem magam, mint a számüzetésben lennék. Minden percben a múltom merengeni, lesni mások sikerét. Félni a haláltól. Ezt nem bírom, nekem ehhez nincs erőm.
És akkor még nekem nem tudjátok megbocsátani, hogy megöregettem. Várj ki türelemmel! 5-6 év és én is öreg leszek. Papa, te küldetél a doktorét, amikor megint van, nem akarod látni, ez tapintatlanság. Csak fölöslegesen zaklatok. Ne, olyan füllettség van. Mit töröltél mert a doktoroddal? Annyit ért az orvostudományhoz, mint én a csillagászathoz. A közvényed miatt nem rendelhetjük ide az egész orvosi egyetemet. Egy ilyen falusi pojácával én szóba se állok. Ahogy jónak látod, nekem mindegy. Hány óra van? Mindjárt egy. Jaj, micsoda füllettség van. Szóval kérlek, add ide a cseppjeimet. Azonnal. Hát nem ezt! Semmit se kérhet az ember. Ne is térj át, kérlek. Lehet, hogy egyeseknek ez tetszik. De légy úgy szíves és engem kímélek tőle. Én ezt nem szeretem. És különben is nincs is rá idő. Holnap korán kell kelnem, mert szénakasztalás van. És az a virág. Menjetek, megügyetek le. Majd én fölváltanak benneteket. Nem, ne hagyjatok itt vele! Lyukat beszél a hasamba. Hát, szükségük van nekünk is egy kis pihenésre. Második nap könnyen alszanak. Menjenek lefeküdni, de te is menj innen. Nagyon kérlek, köszönöm. Egykori barátságról kérlek, hogy menj innen. Ekkori barátságunkra? Ekkori barátságunk! Hagyj már a bácsi! Drágám, ne hagyj itt fel, egyedül nagyon fog beszélni. De hát ez már igazán nevetséges. Ha! Miért nem tett fele, Tatus, késő van már? Miért nem? A szavóvár még itt van az asztalon. Lehet is nekem lefogni. Mindenki virraszt. A végét járja. Csak én élvezem az életet, én vagyok elégedett. Hát, hogy ne. Nagyon természetes. Na mi a baj, kedves? Fáj? Az én lábam is zsibbad. Állandóan zsibbad. Régi baja ez magának. Szegény megboldogult Vera Petrovna és a Szonyecska anyja sokszor éjszakákon át nem aludt. Csak kínlódott magával. Túlságosan is szerette magát. Na dús, az öreg ember az olyan, mint a gyerek. Azt akarja, hogy sajnálják. Öregeket nem sajnálja senki. Na, menjünk aranyom, megküldjünk le, főzök neked jó hásva teát, megmelegítem a lábadat, imádkozom érted a Jóistenhez, menjünk aranyom, menjünk. Szegény megboldogult Vera Petrovna, te sokat aggódott, de sokat sírt, te Szonyecska, ha még kis buta volt. Na, menjünk aranyom, az én lábam is zsibbad. Állandóan zsíkat. Na, menjünk valami. Menjünk, Gyorgy. Menjünk. Megszenvedek vele. Alig állok a lábamon. Maga vele. Én meg magammal. Harmadik napja, hogy nem alszom. Hiányzik a jóság ebből a házból. A maga édesanyja gyűlöl mindent, csak a professzort meg a brossúráit nem. A férjem ingerült, bennem nem bízik, magától fél. Szonya. Szonya haragszik az apjára, haragszik én rám, jóformán szóba sem áll velem, amióta csak megjöttünk. Maga gyűlöli az uram, nyíltan megveti az édesanyját. Én ingerült vagyok, és ma már legalább 20-szor akartam sírva fogadni. Hiányzik a jóság ebből a házból. Ne filozofáljon! Iván Petrovics maga művelt okos ember. Elvileg meg kellene értenie, hogy a világ nem a rablóktól pusztul el, nem a tűzvészektől, hanem az utálattól, a gyűlölettől.
ettől a sok kiszerű cívódásról. Magának nem az lenne a dolga, hogy maga is kötözködjön, hanem hogy mindenkit kibékítsen. Előbb saját magammal békítsen ki. Drágaságom. Ne, hagyjon, hagyjon, menjen innen. Elállt az eső. Ilyenkor a természetben minden fölfrissül, föllélegzik. Csak engem nem frissít fel a vihar. Éjszakánként kín az a gondolat, mint valami lidérc, hogy végérvényesen oda van az életem. Múltam nincs, ostobán elfecséreltem semmiségekre, a jelenem meg szörnyű, annyira nevetséges. Tessék! Szerelmem. Mit csinálják? Hova rakjam őket? Kocsikba megy. Meghal bennem az érzés, mint a napsugár a gödör fenekén, és meghalok én is. Amikor szerelméről beszél, akkor valahogy olyan leszek, mint egy darab fa. Bocsásom meg, én nem tudom mit mondjak, semmit nem tudok mondani magának. Jó éjszakát! Éjszakánként gyötör a gondolat, hogy itt mellettem, ugyanebben a házban meghal egy másik élet. A magáé. Mire vár? Miféle ostoba filozófia akadályozza? Értse már meg! Értse már meg! Akar érzem! Lehetséges! A doktor hol van? Mert a szobában nálam alszik. Lehetséges. Minden lehetséges. Ma is ittak. Mire való ez? Akkor olyan, mintha volna életem, de ne szólj bele szép elé. Maga azelőtt soha nem hívott. És soha nem beszél, milyen sokat. Hogy menjen a húzottak-e. Hagyom már békére, mert tényleg húztuk szarat. Kiment. Tíz évvel ezelőtt ismerkedtem meg vele. Szegény húgomnál. Akkor ő 17 éves volt, 37. Miért nem akkor szerettem bele? Miért nem akkor kértem meg a kezét? Minden annyira nyilvánvaló volt. Igen. Akkor most az én feleségem lenne. Együtt ébredtünk volna fel a viharra. Megijedni a dörgéstől, oda bújna hozzám, én átölelném is, oda súgnám. Ne félj kicsi, itt vagyok. De gyönyörű gondolat. De jó. Még nevetek is. Összekuszálódott minden a fejemben. Miért vagyok öreg? Miért nem ért meg? A szónoklása, a lusta gondolatai, a sületlen lusta gondolatai a világ pusztulásáról, hogy én ezt mennyire gyűlölöm, hogy gyűlölöm, szívből gyűlölöm. Én be vagyok csapva. Istenítettem ezt a jött-ment professzort.
ezt a szállalmas köszvényest! Dolgoztam rá, mint egy ököl! Az utolsó cseppet is kicsajtoltuk Szonyával a bíntokból, neki! Kereskedtünk, mint a kulákok, napraforgó, lajborsó, túró, szántól vontuk meg a faladot, csak hogy a kopelykákat és a garasokat összegyűjtve, az ezreseket elküldjük neki! Büszke voltam rá, a tudományára. Akármit írt vagy mondott, mindegy zseniálisnak tartottam. Most meg? Ha! Uramisten! Most, hogy nyugalomba vonult, most lehet látni az élete végeredményét. Nem maradt utána egy oldalnyi mű sem. Ott az ember egy senki. Szappan buborék! Csúnyán be vagyok csapva. Játssz, bacs! Játssz! De hát mindenki alszik. Egyedül vagy. Egy föld sincs itt. Nincsen gulyó, se kemence. Hol a gazda lefekhetne? Engemek felébresztette a vihar. Jó kis esőcske. Hány óra? Tudja az ördög. Pompás nő. Lótszerek, hányféle recept van itt? Az összes városi orvosnak az agyára ment a köszvényével. Én megbeteged vagy csak szimulás? Ki tudja? Na mi van, miért vagy olyan rossz kedvű, mi? Sajnálod a professzort, vagy mi? Nagy bék. Szóval szerelmes vagy a professzor néma. Barátok vagyunk. Már is? Mit jelent az, hogy már is? Nő egy férfinak csak ebben a sorrendben lehet a barátja. Először ismerős, aztán szerető, aztán már jöhet a barátság. Ízetlen filozófia. Tessék? Igen. Ízetlen bicikben. Tudomásul kellett. És meglátod, részeg is van. Avonta egyszer berúgok is így ebben az állapotban, arcátlan és pimasz leszek a végtelenség. Ilyenkor minden gyerekjáték, belevágok a legnehezebb műtétekbe és remekül megcsinálom. Nagy ívű terveket szövök a jövőről, és hiszek abban, hogy roppant hasznot hajtok az emberiségnek. Roppant hasznot. Ilyenkor saját filozófiai rendszerem van, és titeket, barátocskáim, ekkorka kis bogárkákat látlak, mikrováknak. Na, játsz, szivacs! Játsz! Szíves örömes játszani itt neked, cimbora, de értsd már meg, mindenki alszik. Játsz! Mi kellene valamit? Itt még volt nekünk egy üveg konyakunk. Ha megírod, átmegyünk hozzám. Ön bulva! Van nekem egy felcserem, hogy soha nem azt mondja, hogy rendben van, hanem azt mondja, hogy ön bulva! Irgalmatlan egy szélhámos. Ön bulva! Nincs rajta nyakkendő.
Te már megint leittad magad a doktorral, Ványa bácsi. Megtalálta a zsák a foltját. Jó, ő már csak ilyen. De te... Neked minek? A te korodban egyáltalán nem élik. Koromnak ez semmi köze. Ha nincs valódi élet, én a déli bád, az is jobb, mint a semmi. Az én a lekatálva. Minden nap esik az eső, minden rohadt, te meg déli bábokat kergetsz. Egyáltalán nem is törődsz a gazdasággal. Egyedül dolgozom, teljesen kimerültem. Várj, bácsi. Neked könnyes a szellem. Badarság. Pont úgy néztél rám, mint az anyád. Kicsikém. Hugo. Drága Hugo. Vajon most hol lehet? Ha ő ezt tudná. Bárcsak tudná. Mit kellene tudnia? Nagyon nehéz. Semmi, semmi. Majd máskor. Megyek. Nézze, maga így on, ha nem undorodik tőle, de könyörögve kérem a bácsit, ne itt a sárt ki. Jó, nem is működve. Most rögtön indulok haza. Nincs a felállt, amire befognak, meg is mivel. Esik az eső, várjon reggelig. Arrébb van még a vihar. Csak a szívem, hogy megyek. Kérem, ne hívja a kitöltet az édesapjához. Mondom neki, köszvény erőre, Uma. Mondom neki, hogy feküdjön elő, micsörök. Amíg egyáltalában nem volt hajlandó beszélni vele. Elkényeztetek. Nem enne egy falatot? Köszönöm, elfogadom. Én szeretnék így éjszakadni. A tálalóban mindig akad valami. Azt mondja, annak idején nagy csukarai voltak az ötön. A papának, a hölgyet elkényeztetők. Tessék, vegyen szarkot. Nem ettem semmit, csak ittam. Nehéz természete van a papájának. Mostanában azt érzem, hogy egy hónap is segítem ki itt maguknál. Megfolytana ez a levegő. Az édesapja is látszik a könyveiből, csak a köszvényével törődik. Ványa bácsi ezzel a mélamúval.
Vagy mamája. Nem a mostohája. Mi van a mostohámmal? Az ember legyen mindenben szív, arcban, öltözködik a lelkében és a gondolatokat is. Jelen Andrejevna szép ez belülvás. Hát csak eszik, alszik, sétál, bűvöl bennünket a szépségével, mások dolgoznak rá. Nincs semmi kötelessége, a dologtalan élet nem lehet tiszta, nem igaz. Egyébként lehet, hogy túlságosan szigorúan ítélek. Én is elégedetlen vagyok az élettel, mint a maga bánya bácsia, és mind a ketten egyre zsémbesebbekké válunk. Maga elégedetlen az élettel? Általában szeretem az életet. De ezt a mi nyárspolgári falusi életünket, ezt nem szerethetem. És a lelkem mélyéből meg. Ami pedig a magam életét illeti általában. És te látja a lelkemet, abban semmi jó nincs. Ugye az ember megy egy sötét ejtőben éjszaka, aztán egyszer csak meglát a távolban valami kislát, nem törődik az ember se a kimerültséggel, se a koromsötéttel, se a tüskés gajakkal, amik az arcába csapnak. Én annyit dolgozom, hiszen ezt maga jobban tudja, mint senki más a környéken. A sors ütvel szünet nélküli, a kimondhatatlanul szenvedett. De a baj az, hogy előttem nincs fény a távol. Én nem várok semmit. Én nem szerettem az embereket. Én már nagyon régen nem szeretek senki. Senki? Senki. Maguk dadusai, hát érzek némi gyöngétséget a régi emléket miatt. A parasztok mindenformák, sötétek, mocskosan élnek. Az értelmiséggel pedig nehéz kijönni, fárasztóan. A mi kedves ismerőseink mind sekélyesek gondolkoznak, sekélyesek éreznek, nem láttak tovább az orruknál. A kerekperec kimondva ostobák. Aki pedig valamivel okosabbak vagy jelentékenyek, ezek a hisztérikusak. Mindig az analízissel, meg a reflexekkel jönnek. Jafognak, gyűlölködnek, betegesen féltékenyek. Onnak utalognak az ember, de sandán ránéznek. Aztán hátam mögött kijelentik. Ó, hát az pszichopata. Na jó, hát az csak beszél. Na pedig végképp nem tudnak milyen bélyeget sütni a homlokomnak. Azt mondják, hogy furcsa ember az. Nagyon furcsa. Én szeretem az erdőt. Ez furcsa. Nem eszem húst, ez is furcsa. Közvetlen, szabad, tiszta viszony a természetben az emberekkel. Ilyen már nincs. Nincs és kész. Ne, nagyon kérem, ne tudjon többet. Miért nem? Annyira nem illik magához. Maga elegáns, nemes lelkű. Magának olyan gyöngét hangja van. Sőt, maga a legnagyszerűbb azok között, akiket ismerek. Hát akkor miért akar a közönséges emberekhez hasonlítani, akik isznak és kártyáznak? Ne csinálja ezt, könyörgök! Mindig azt mondja, az emberek nem alkotnak, csupán lerombolják azt, amit az ég adott nekik. Hát akkor miért rombolja saját magát? Nem szabad, nem szabad, könyörgök, kérve kérem! Jó, nem iszom többet. Adja a szobát. Becsület szavamra. Köszönöm. Elég. Vége. Elég volt. Józanodtam. Látja már, szíjó szavazok. Az is maradok életem végéig.
Nekem már késő, nekem már lejárt az idő. Közönséges lettem, megöregettem, kilobotoltam magam. És az érzelmek alatt kikoptak belőle. Én nem szeretek senkit. És már nem is fogok meg szeretni. De a szépség. A szépség. Az még tudhatni rá. Az iránt még nem vagyok közön. Azt hiszem, hogy ha maguk Jelena Andrejev rájának eszébe jutna, egy fél nap alatt el tudná csavarni a fejemet. De hát ez nem szerelem. Hát ez nem őszinte vonzalom. Magából. Nagy lőkkor meghalt egy beteget kloroformozás közben. Ezt már el kéne felejtenie. Mondja, doktor, ha nekem volna egy barátnőm, vagy egy húgom, és tegyük fel, hogy maga meg tudná, hogy szereti magát. Mit szólna hozzá? Betna. Alig van semmit. Megmagyaráznám neki, hogy nem tudom megszeretni. Meg hát nem is az, hogy áll az én eszem. Kérem, bocsásson meg, ne haragudjon, hogy így is értettem. Na! Akár így, akár úgy. Menni kell, akkor menni kell. Itt az ideje. Különben reggel is hagyjuk abba, nem igaz? A kerti kapunát megyek, ha megengedi. Félek, hogy a bácsi állja el. Nem mondott semmit. Szíve is lelke is még mindig be van zárva előttem. De akkor miért érzem magam ilyen boldognak? Ezt mondtam neki, maga elegáns, nemes lelkű, magának olyan gyöngéd a hangja. Tanár mutat ki? A hangja úgy remek simogat. Még most is itt érzem a levegőben. És amikor a barátnőmről beszéltem neki, nem értette. Milyen szörnyű, hogy csúnya vagyok. Milyen szörnyű. Pedig tudom, hogy az vagyok. Tudom. Múlt vasárnap is, amikor jöttünk kifelé a templomból, hallottam, hogy rólam beszélnek. És egy nő azt mondta, jó lány az, rendes lány. Csak kár, hogy ennyire csúnya. Csúnya! Elmúlt a vihar. Milyen jó a levegő.
A doktor hol? Elment. Szoki, tessék, meddig akarnék tűnni rám? Hiszen nem tettünk egymásnak semmi rosszat. Miért kell nekünk ellenségeknek lenni? Legyen vége! Már én is akartam! Elég volt a haragból! Papa lefeküdt? Nem. Nem, csak ül az íróasztalánál. Hetek óta nem is beszéltünk egymással, csak a jó ét ugyanis. Hát ez... A doktor vacsorázott. Ital is van itt. Igyunk, Bertut, jó? Jó. Jó. Egy pohárból. Így jobb lesz. Hát akkor... Szervusz! Én már régen ki akartam végülni, mehetem le, hogy mindig szégyeltem magam. Most miért sírsz? Semmi, csak úgy. Hát jól van már, de nézzenek oda. Hát még én is sírva fogadtam, de... Azért haragszol rám, mert állítólag számításból mentem hozzá az apádhoz. Hát, ha hiszel az esküknek, akkor én megesküszöm neked, hogy szerelemből mentem hozzá. Rajongtam érte. A híres emberért, a tudósért. Jó, nem volt ez igazi szerelem, csak olyan mesterkérde. Én akkor azt hittem, hogy ez az igazi. Nem tehetek róla. Te meg a megérkezésünk óta folyton csak várhozsz az okos gyalakvó nézésedre. Na béke, béke, felejtsük el! Nem szabad így nézni. Mindenkiben bízni kell, másképp nem lehet élni. Mondd meg nekem igaz lelkedre, mint barátnám. Boldog vagy? Még egyet kérdezek, őszintén mondd meg. Szeretnéd, hogy fiatal férjed legyen? Jaj, milyen kislány vagy te még. Hát persze, hogy szeretném. Gyerünk, 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 kérdezz, még kérdezz. Neked tetszik a doktor? Igen, nagyon. Nekem olyan buta arcom van, ugye? Tudod, elment, és még mindig hallom a hangját és a lépéseit, ránézek a sötét ablakra, és az ő arcát látom benne. Hadd mondjam el az egészet, de nem tudok ilyen hangosan beszélni, mert annyira szégyellem magam. Utánat tartasz, Valdne. Mondj valamit te róla, hogy te mit gondolsz róla. Hát ő olyan okos, mindent tud, mindenhez ért, gyógyít is, erdőt is. Jaj, nem, 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 nem. Nem az erdő is, nem a gyógyítás a lényeg, és le kicsképen. Ez tehetség. Tudod te, mi az a tehetség? Merészség, szabad gondolkodás, nagy lendület. Ez elültet egy fát, és már tudja, hogy mi lesz belőle 1000 év múlva. Már feldereg előtte az emberi boldogság. Jaj, trükk az ilyen ember. Az ilyen embert szeretni kell. Nem, hát iszik. Iszik. Néha egy kicsit nyers. Na és aztán, a tehetséges ember ebben az országban nem tud tiszta maradni.
Most gondolj bele. Gondolj csak bele, milyen élete van ennek a doktornak. Sártenger az utakon, fagyok, hóviharok, a nép durva, vad, mindenütt ínség, betegségek. Márpedig ilyen helyzetben annak, aki harcol és napról napra dolgozik, nehéz megőriznie magát tisztának és józannak 40 éves korára. Szívből kívánom meg. Te megérdemled a boldogságot. Én meg. Én meg csak egy ostoba epizód szereplő vagyok. Mindenütt. A férjem házában. Az álmaimban. A zenében. Egy szóval. Mindenütt csak epizód szereplő voltam. Most tulajdonképpen, hogyha jól meghozom, Szonya, akkor én nagyon boldogtalan vagyok. Nem jut nekem boldogság ezen a földön semmi, de semmi. Nem lehet. Nem lehet. Közlendője van a nagyvilág számára. Bizonyára valami fontos dolog. Nincs neki semmi fontos dolog. Írja a nagy semmit, zsémbelődik, féltékenykedik. Plusz! Bánya bácsi! Jó, pardon. Hát nem gyönyörű. Jön, megy, majd elájul a lustaságtól. Aranyos, nagyon aranyos. Egész nap dönög, mint egy dongó. Hogy nem unja még? Meghalok az unalomtól. Nem tudom, mihez kezdjek. Pedig lenne munka bőven, csak akarnod kellene. Milyen például? Foglalkozz a gazdasággal, taníts, gyógyíts, ez nem egy. Amikor te meg a papa nem voltatok itt, mi bánya bácsival napunk vittük a lisztet is a piacra eladni. Nem értek hozzá, meg nem is érdekel. Olyan csak a lányregényekben van, hogy tanítják, meg gyógyítják a parasztokat, de hát én. Én hogy menjek oda, csak úgy se szó, se beszék tanítani, meg gyógyítani őket el. Látod, én meg azt nem értem, hogy lehet nem oda menni, és nem tanítani. Bárcsak, majd te is megszokod.
unatkozz, drága. Unatkozol, nem találod a helyedet. Csak hogy az unalom meg a tétlenség ragályos ám. Mint meg Bánya bácsi, és nem csinál semmit, csak jár utánad, mint az árnyék. Én is félbehagytam a munkát, és szaladtam ide hozzád beszélgetni. Ugyanis tudtam, gondolom. A doktor is. Az előbb milyen rettel járt ide hozzánk. Mondta egyszer, nehéz volt ide csalogatni. A korábban meg minden nap átjön. Nem törődik sem az erdőivel, sem a gyógyítással. Biztos boszorkány lette. Na, drágaságom, mind gyötrődik. Kincsel, kalambom. A maga ereiben egy sellő vére csörgedez. Hát akkor legyen tényleg sellő, na. Az életben egyszer adjon magának szabadságot. Szeressen bele fülig egy vízimanóba, aztán zsupsz, beest az örvénybe. Hogy a herr professzor meg én, csak nézzünk egy napot. Jaj, hagyjon engem békén, hogy lehet ilyen kegyetlen? Bocsánat, bocsánat. Bocsáss. Szent a béke. Ez egy angyal türelmesen volna, elég lássa be. A béke és a barátság jeléjű hozott magának egy csokor rózsát. Ma reggel szedtem a kertben. Gyönyörű, szomorú rózsák. Gyönyörű, szomorú rózsák. Már itt a szeptember. Hogyan fogjuk itt kivírni télen? A doktor hol van? Bánya bácsi szobájában. Valamit ír. De jó, hogy négy centhöz maradtunk. Beszélnem kell veled. Miért? Csúnya vagyok. Gyönyörű szép hajad van. Nem. Ha egy nő csúnya, akkor szokták neki azt mondani magának. Gyönyörű szép szeme van magának, gyönyörű szép haja van. Attilát szerelmes vagyok belé. Jobban szeretem, mint az anyámat szerettem. Minden pillanatban őt hallom. A keze érintését érzem, és nézem az ajtót, várom. Állandóan az az érzése, hogy mindjárt belép. És látod, múltan jövök utánad, hogy róla beszéljünk. Mostanában minden nap átjön, de nem néz rám, nem vesz észre. Micsoda gyötrelem. Nincs semmi reményem. Semmi. Gyakran oda megyek hozzá. Én szólítom meg. Belenézek a szívébe. Nincs már büszkeségem. Nincs erőm, hogy tűrkőztessem magam. Nem bízom ki, és tegnap este Ványa bácsinak is bevallottam, hogy szeretem azt rovat. És az egész cselédség tudja, hogy szeretem. Mindenki tudja. És ő? Ő? Nem. Nem vesz észre. Furcsa egy ember. Tudod mit? Engedd meg, hogy én beszéljek vele. Majd én szép óvatosan célozgatom. De igazán miért maradnál ennyi ideig bizonytalanságban? Engedd meg! Nagyszerű. Hogy szeret-e vagy sem, azt nem nehéz megtudnunk. Ne szégyen magad kicsikén, és ne félj. Óvatosan faggatom, ki észre sem veszi. Csak annyit kell megtudnunk. Igen, vagy nem? Ha nem, akkor ne járjon ide többet. Nem? Mert úgy könnyebb, hogyha nem látod.
Na, és nem vacakolunk sokáig, most rögtön kikérdezzük. Úgyis mutatni akar nekem valami tervezetet. Menj, szólj neki, hogy látni akarom. A teljes igazságot megmondod nekem? Meg persze. Szerintem az igazság akármilyen is, még mindig nem olyan borzasztó, mint a bizonytalanság. Bízd benne. Jó. Megyek is. Megmondom neki, hogy látni akarod a tervrajzait. A bizonytalanság mégis jó, mégis van valami remény. Mit mondasz? Semmi. Nincs annál rosszabb, mint amikor az ember tudja valakinek a titkát, de nem tud rajta segíteni. Nem szerelmes belé, ez nyilvánvaló. De attól még miért lehetné feleségül? Na jó, Szonya nem szép, de egy falusi orvosnak kivált az ő korában éppen elég szép feleség lenne. Okos, jó szívű, tisztességes. Nem jó, nem jó, nem jó. Megértem ezt a szegény lányt. Ebben a kétségbejtő unalomban, amikor emberek helyett csak szürke foltok kóválódnak mindenfelé. Csupa közönségesség, amit beszélnek, és nem tudnak más, csak enni, inni, aludni. Egyszer csak megjön ő, aki más, mint a többiek. Szép, érdekes, vonzó. Mint amikor a sötét éjszakában feljön a hold. Engedni egy ilyen ember varázsának mindenről megfeledkezni. Hát ez a Ványa bácsi. Legalább egyszer az életben adjon szabadságot magának. Lehet, hogy kérdez ki, mint egy szabad madár erre különböltöktől, el az álmos ábrázatoktól, a sok pecsegéstől. Feltenni, hogy egyáltalán a világon vagytok. Jó napot! Látni akarja a művészetemet. Tegnap este azt ígérte, hogy megmutatja a munkáit. Most ráj? Persze. Maga hol született? Pétervárra. És mit végzett? Konzervatóriumot. Akkor ez biztosan nem fogja érdekelni magát. Miért nem? Igaz, hogy nem ismerem a falut, de nagyon sokat olvastam róla. Nekem ebben a házban van egy saját asztalom. Mikor végképp a teljes elhűlés is belefáradok mindenbe, akkor ott hagyok mindent, és ide rohadok, és elszórakozom ezzel a vacakkal egy-két órát. És csönd van, szépen a tücsök, és nyugalom van, és otthon érzem magamat. De csak ritkán engedem meg magamnak ezt az élvezetet. Havonta talán egyszer. Na, most nézem ide. A mi járásunk képe, amilyen volt 50 évvel ezelőtt. A sötét és a világos zöld az erdőt jelzi, az összterületek még a felét erdő foglalt el, ahol a zöld-vörös hálót látott jávorszarvasok és vadkecskék éltek. Így jelzem a valamikori növényzetet és állatvilágot. Ebben a tóban hattyúk, ludak, kacsák úszkáltak. És ahogy az öregek mondják, madárból is rengeteg féle volt, töménytelen sokan fölszálltak, elsötétült az ég. Itt a falvakon, a járásokon kívül, itt is, amott is látja, mindenféle majorságok, tanyák, kolostorok, vízimalmok voltak, és nagy számban szarvasmarha és ló is, ezt kék színnel jelzem. Ezt a körzetet egészen befedi a kék, itt egész vénesek voltak, minden portára jutott legalább három ló. Na most nézzük meg lejjebb, hogy mi volt 25 évvel ezelőtt. Itt
az összterületnek már csak az egyharmadát borítja erdő. A járószarvasok még megvannak, de a vadkecskék már kihaltak, a zöld és a kék szín is egyre halványabb, és így tovább, és így tovább. Most nézzük a harmadik részt. A járásképe napjainkban. A zöld imitamot még látható, de nem egybefüggően, hanem csak egyes folt, és a kék is csak nyomokban eltűntek a szarvasok, a vadkecskék is, a hattyúk kihaltak. Lényegében a tökéletes és letagadhatatlan elkorcsosulás képe ez. A jelek szerint még 10-15 év kell hozzá, hogy teljes legyen a pusztulás. Persze erre most maga azt mondhatja, hogy itt civilizációs hatások érvényesülnek, és kézenfekvő, hogy a régi életnek át kellett engedni a helyét az újnak. Igen, ezt megérteném. A kiirtott erdők helyén utak vezetnének meg vasutak. Gyárak, üzemek, iskolák épültek volna, és a lakosság egészségesebbé, gazdagabbá, okosabbá vált volna. Tehát itt erről szó sincs. A járásban ugyanannyi a szúnyog, ugyanúgy nem vezetnek utak. Csak nyomor van, betegség és árvizek. Az emberek erejét meghaladó küzdelem. A létért vívott kilátástalan harc következménye, a szellemi renyhesség, a tudatlanság, az öntudat teljes hiánya. A szegény, beteg, éhes ember az élete maradékát akarja menteni, a gyermekeit védeni, és öntudatlanul ösztönösen kap bármi után, csak hogy csillagnyugassa az éhségét. Hogy melegedhessék, mindent elpusztít maga körül, anélkül, hogy gondolna a holnapra. Szinte minden tökre ment, ami érték volt, minden. Helyette pedig nincs semmi, semmi. De látom a szemén, hogy ez magát nem érteni. Ó, de hát igen, mivel nem értek ehhez? Nem érteni kell hozzá. Egyszerűen nem érteni, és kész. Az igazat megvalva, máshol járnak a gondolataim, bocsásson meg. Ki kellene fogadnom magát egy kicsit, és zavarban vagyok. Nem tudom, hogy hogy kezdjek hozzá. Kifaggatni? Igen, kifaggatni. De csak egy ártatlan dolgokban. Üljük le. Úgy fogunk beszélni, mint két jó barát. Mint két becsületes ember. Köntörfalazás nélkül. Megbeszéljük, és aztán elfelejtjük, amit beszéltünk. Jó? Jó. A mostoha lányomról van szó, tetszik magának? Igen, nagyon tisztelem. Mint nő. Tetszik? Nem. Már csak pár szó is vége. Nem vett észre semmit mostanában? Ne. Nem szereti. A személy látom. Szonya szenved, ezt értse meg is. Ne járjon minden többet. Elszavart velem az idő. Most nem is érek én rá. Mikor is érek én rá. Igazán milyen kellemetlen beszélgetés. Mint a tonnás súly lett volna rajtam, de befejeztük, hál' Istennek, és elfelejtjük, és... Igenis, menjen el. Maga okosával meg fogja érteni. Szerek oda, hogy bele is pihult. Ha mondjuk két hónappal ezelőtt szólt volna, akkor még meggondolt volna. De most már. Szóval szemmel, akkor természetesen csak egyet nem értek. Magának miért volt szüksége erre a vallatásra? Maga nagyon gondolsz. Hogy értsen? Nagyon gondolsz. Szóval szemmel, ezt készséggel aláírom. De magának miért volt szüksége erre a faggatásra? Ja, kérem, ne vágjon ilyen meglepett arcot. Maga pontosan tudja, hogy miért járok én ide minden nap.
miért és ki mi van. Ezt maga pontosan tudja. Kedves ragadozó, ne nézzen így. Öreg róka vagyok én már. Kutozó, egy szót sem értek. Szép sejmesző, menjét! Magának áldozatok kellenek. Bár én is már egy hónapja nem csinálok semmit. Mogok keresem magát is ez. Rettenetesen tetszik magának! Rettenetesen! De mit lehet tenni? Legyőzött, tudja ezt magam minden vallatás nélkül is. Megadom magam. Tessék, vajon őr? Maga megőrült! A gyáva! Én sokkal jobb és több vagyok, mint maga gondolja. Többet érek, esküszöm magának! Jó, én ellenek ide járni nem fogok. De hol fogunk találkozni? Mondja gyorsan. Bejött valaki. Milyen szép. Milyen vinom maga. Csukoljon meg én már ezt a sejmes faját. Esküszöm magának! Nem kell esküdni, minek az eskü? Nem kellenek a fölösleges szavak. Jaj, milyen szép. Micsoda, hol fogunk találkozni? Mondja gyorsan. Tudod, hogy nem lehet másképp találkozni. Ne csinálja, menjen el! Menjen el, nem! Holnap jel az elkészetben? Kettőkül, jó? Jó, eljössz! Eljössz! Eljösszem! Hol lehetem? Semmi. Igen. Semmi baj. Elég szép időnk van ma, nem? Reggel még borult volt, mintha esni akart volna, de... Most süt a nap. Őszintén szóval csodálatos őszünk van, ez jó a vetésnek. Jó, csak egy van. Rövidebbek lettek a nappal. Segítsen! Hogy én is a férjem, még ma elvehessünk innen. Hallja, még ma. Mindent. Még ma el akarok menni innen. Nem tudom, de nagyon nem vagyok jól. Most sem már hol vannak a többiek? Én valahogy ilyen. Nem szeretem én ezt a házat, olyan, mint egy labirintus. Soha senkit nem lehet megtalálni benne. Hol vannak? Én itt vagyok. Üljenek le, hölgyeim és uraim! Mit mondott? Később. Terenket, itt ott vagy. Értem. Azt mondta, hogy nem jött ide többet, ugye? Mondd meg, ugye? A betegséggel még csak megbékél az ember, érdekel is engem. Ezt a falusi életet, ezt nem tudom megemészteni. Úgy érzem magam, mintha nem is a földön volnék, hanem valami idegen bolygóra zuhantam volna. Tessék, üljenek le, hölgyeim és uraim! Szonya! Szonya! Nem hallja. Radus, te is ülj le! Legyenek szívesek, hölgyeim és uraim, ha szabad így mondanom. Legyenek csupa fül és csupa figyelem. Azt hiszem, én rám már nincs is szüksége. Nem, éppen rád van itt a legnagyobb szükség. Mit óhajt tőlem? Óhajt? Most éppen miért haragszol? Ha bármivel megbántottalak volna, kérlek, bocsáss meg. Ugyan, hagyd már ezt a stílust. Mit akarsz? Lévünk a tárgyra. Na, mama is itt van. El is kezdtem, hölgyem is.
Uraim, azért kérettem ide önöket, hogy bejelentsem. Revizor érkezik hozzánk. De félre a tréfával, komoly dologról van szó. Azért hívtam össze önöket, hölgyeim és uraim, hogy segítséget és tanácsot kérjek, amit ismerve szokásos kedvességüket, remélem meg is kapok önöktől. Én a szellem embere vagyok a könyveké, így a gyakorlati élet mindig is idegen volt tőlem, nem is boldogulnék hozzáértő emberek útmutatásai. Ezért is kérlek benneteket, én nem ismerem ki magam. Arról van szó, hogy manet omnis unna vox vagy, ahogy mi mondanánk, mindannyian Isten kezében vagyunk. Én öregedő beteg ember vagyok, így időszerűnek érzem, hogy elrendezzem vagyoni viszonyaimat, annyiban, amennyiben azok a családomat érintik. Az én életem már nem számít, magamra nem gondolok, de van egy fiatal feleségem, és egy hajadon lányom. Én nem tudok tovább falun élni, mi nem falura vagyunk teremtve. A városban pedig nem lehet megélni abból a pénzből, amit a birtokból kapunk. Ha eladnánk mondjuk az erdőt, ez olyan extraordináris lépés lenne, amelyet nem tehetünk meg évente. Olyan megoldást kell találnunk, amelyik állandó, többé-kevésbé meghatározott összeg jövedelmet biztosítana számunkra. Én kigondoltam valamit, amit most előterjesztek megvitatásra. A részleteket most mellőzöm, csak nagy vonalakban ismertetem a tervemet. A birtok átlagosan legfeljebb 2%-ot hoz. Azt javaslom, adjuk el. Ha a kapott pénzt értékpapírokba fektetjük, úgy megkaphatunk akár 4-5% kamatot is, és gondolom, marad még néhány ezer rubel felesleg is, amely lehetővé teszi, hogy vásároljunk egy kis nyaralót valamit. Hát csak meg. Nem jól hallottam. Ismételd meg, amit mondtál. A kapott pénzt fektessük értékpapírba, és a fölösségből pedig vegyünk egy kis nyaralót. Nem a nyaraló, valami mást is mondtál. Azt javasoltam, hogy adjuk el a birtokot. Igen. Eladni a birtokot. Ez az. Ezt mondtad. Pompás! Remek ötlet! És? Mit parancsolsz még? Én hova menjek az öreg anyámmal? És persze a te lányoddal. Ezt majd megvitatjuk később, hogyha eljön az ideje. Nem lehet mindent egyszerre. Na, álltsad meg! Nyilvánvaló, hogy mindeddig nekem nem volt egy csöpp józan eszem. Mindeddig voltam olyan ostoba, és azt gondoltam, hogy ez a birtok szonyájé. Ezt a birtokot megboldogult apám vásárolta a húgomnak hozományként. Mindeddig naiv voltam, és úgy tudtam, hogy a törvényt ezt nem cigányodra kell érteni, és hogy ez a birtok a húgomról Szonyára szállt. A birtok természetesen Szonyáé, ki vitatja ezt? Szóval bele egyezése nélkül nem is akarom eladni. Hiszen éppen az ő érdekében javaslom azt, amit javaslom. Ez felfoghatatlan! Ez felfoghatatlan! Vagy én örültem be, vagy... Zsan, ne vitatkozz Alexandrával! Ő jobban tudja, mint mit. Nem! Jó és mi rossz! Adjatok egy kis vizet! Mondjon, amit akar! Amit akar! De mit volt fel téged ennyire? Én nem állítom, hogy a te nem ideális, ha mindenki rossznak találja, én nem ragaszkodom hozzá. Engem a tudományhoz nem csak mély tisztelet, de rokoni szárat is fűznek. Az én testvérem feleségének a testvére. Talán tetszik is ismerni. A neve most nem jut eszembe, de ő is egyetemi tanár. Hallgass már, szivacs! Most komoly dolgokról van szó, várj egy kicsit, majd később. Tessék! Kérdezz meg őt. Ezt a birtokot az ő nagybátyától vettük. Kérdezzek ezzel, minek kérdezzem? Ez a birtok annak idején 95 ezerbe került. Apa csak 70-et fizetett ki, maradt 25 ezer tartozás. És most ide hallgasson. Ezt a birtokot nem tudtuk volna megvenni, ha én nem mondok le az örökségemről a húgom javára, akit forrón szerettem. Sőt, 10 éve dolgoztam, mint egy ökör, és kifizettem az összes adósságot. Sajnálom, hogy elkezdtem ezt a beszélgetést. Az én személyes erőfeszítésemnek köszönhető, hogy ez a birtok nem ment tönkre, és hogy tehermentes. És most öregkoromnak ki akarnak innen rúgni, hogy a lábam se érje a földet? Szóval nem értem, mire akarsz kiukadni? 25 éve át dolgoztam. Mint egy barom. Kül
küldtem neked a pénzt, mint a legmegbízhatóbb intéző. És ez alatt az idő alatt soha egyetlen egyszer nem mondtad azt, hogy köszönöm. Egész idő alatt, fiatal koromban is, most is, nevetséges fizetést kaptam tőled, alamizsnát, és soha egyetlen egyszer egy fülért sem tettél hozzá. Honnan tudhattam volna, én ezért nem vagyok gyakorlat ember, én semmit nem értek az egészből. Elvehettél volna magadat annyit, amennyit akarsz. Micsoda? Miért nem loptam? Most ezt veszed a szememre, hogy miért nem loptam? Hát az kellett volna, az igazságos lett volna, és most nem lennék koldus. Sajnos, nem szabad elrontani a jó viszonyt. 25 éve élek itt, az anyámmal, ezzel, mint egy vakont. Minden gondolatunk, érzésünk, egyedül a tiéd volt, csak róla beszéltünk, a munkáidról. Állítottan ejtettük ki a nevedet. Az éjszakáinkat arra vesztegettük, hogy a könyveket, a folyóiratokat olvastuk. De hát ezeket én most már mélyen megvetem. Ne, Vágyasz, nem szabad. Felsőbbrendű ember voltál a számunkra. Kívülről tudtuk a cikkeidet. De most már mindent látok. Hát kinyílt a szemem. A művészetről írsz, pedig nem is értesz a művészethez. Az összes könyved, amiket szerettem, egy lyukas darab sem érnek. Becsaptál minket. Csinálj le végre! Én el is megyek! Hallgasson már el! Haladok! Én nem fejszem be! Én nem is éltem! Nekem nem volt életem! A te jó voltodból megsemmisítettem! Elpusztítottam a legjobb éveimet! A rakkanosabb ellenségem vagy! Nem bírom! Milyen jogom merész az ilyen hangon beszélni velem, te csekkiházi! Ha a birtokat ügyed vidd, nekem nincs rá szükségem. Még ebben a percben itt hagyom ezt a poklot, én ezt nem bírom tovább. Oda lett az életem. Az eszem. A tehetségem. A merészségem. Hát ha nem így éltem volna, lehette volna egy Dostojevszki. És Schopenhauer. Hú, már össze-vissza beszélek. Meg fogok őrülni. Anyuska. Kétségbe vagyok esve. Anyuska, mit csináltam? Fogadj szóval, Alexa. Mit csináltam? Dadus, Dadus. Nem. Ne szólj egy szót se. Tudom én, hogy mit csináltam. Persze, hogy tudom. Megemlegeztem még engem! Te fügyős, mert mi ez itt tényleg? Vigyék el innen ezt az őrültet, és nem tudok vele egy fejjel alatt élni! Itt aki majdnem közvetlenül mellette! Költözzék ki a faluba, vagy a hátsó ütletbe! De azt nem bírom ki, hogy egy házban maradjak vele! Még már utazunk. Azonnal intézkedik el. Igyen senki házi! Irgalmasnak kell lenni, papa! Én és Ványa bácsi olyan szerencsétlenek vagyunk. Irgalmasnak kell lenni. Emlékezz vissza, amikor még fiatalabb voltál. Nagymama és Ványa bácsi éjszakánként fordították neked a könyveket, másolták az írásaidat minden éjjel. Én és Ványa bácsi megállás nélkül dolgoztunk. Egy pillért sem mertünk magunkra költeni, mindent elküldtünk neked. Nem ingyen adtuk a könyörünket. Nem. Így kellene mondanom, de akkor is meg kell értened, papa, irgalmasnak kell lenni. Alexandr, az ég szerelmére tisztázzátok egymással. Tisztázom. Én nem haragszom rá, nem vádolom semmivel. Azt ismerjétek el, hogy a viselkedése legalábbis különös. Tudok is, beszélek vele. Én nagyon megértődelek. Nyugtasd meg! Hallod? Semmi volt nincsen. Semmi volt. Vágognak a kúnárok, aztán abba hagyják.
kigágogják magukat, aztán apodják. Úgy reszketsz, mint aki halálra fogyott, jól van. Jól van, szegény kis Árván, kegyes az úr. Mint is hársva tea, meg málna legvár, és már el is múlik. Viszont, ne félj! Megvesztek ezek a gúdárok, hogy a fele enné meg őket! Hé, amit szeretek egy bár! Halítsam meg! Ezt megüljük! Halítsam meg! Engedj meg! Hol van? Talált! Megint nem talált! A fele engem meg! Vigyelek el, Ízlem! Vigyelek el, hogy jöjjenek meg! Mert kiadták, hogy fogják be a lovakat. Jól van már, na! Mindjárt befejezzük. A városba mennek, költöznek. Jobb is. Beijedtek. Jelen Andrejen azt mondja, egy percig sem akarok itt maradni tovább. Indulni, indulni! Majd el leszünk valahol, azt mondja. Majd találunk valamilyen lakást. És akkor majd elvetetjük a holmikat. Úriasan menne. Látja? Nem akarja a sors, hogy itt maradjon. Nem akarja. Ez a fatális ellennek. Jobb is, hogy elmennek. Az előbb is, hogy ricsajoztak, lövöldöztek. Szégyen gyalázat. A színházban való jelen. Így van, bárcsak ne láttam volna. Majd minden úgy lesz, ahogy régen. Hogy volt? Reggel 8-kor tea, 1 óra tájban ebéd, aztán este szépen leülünk az asztalhoz vacsorázni, jó keresztények mondjára. Istenem, hogy én milyen régen nem ettem egy jó kis laskaleves. Hazám, jó régen nem volt már laskaleves. Jó régen. Ma reggel, ahogy megyek a városba, hát a boltos utánam szól. Hé, te ingyen élő! Hát én úgy elkeseredtem. Igen már, hát most mit törődsz vele? Még hogy ingyen élő? Hisz mi mindannyian csak a jóisten ingyen élői vagyunk. De te dolgozol. Senki nem ütétlenül ölvetett kézzel. Ha mindnyájan dolgozunk, mind. Hagyj békén! Ti is menjetek már, legalább egy órára hagyjatok egyedül. Elegem van már az állandó gyámkodásból. Nem, itt se vagyok már. Gyere, te gónár, te. Hagyjál, egész örömmel. Már úgyis régen indulnom kellene. Ismétem, addig nem megyek el, amíg vissza nem adod, amit ellentél. Nem lettem el semmi. Te én komolyan beszélek. Ne tarts, hogy már régen indulnom kellene. Nem vettem el tőled semmit. Igen? Na jó, hát akkor még várok egy kicsit, aztán már megbocsát, de kénytelen leszek erőszakot alkalmazni. Megkötözünk és megmotozunk, egyáltalában nem tréfálok. Ahogy parancsolod. Ezt a bolondságot. Kétszer is rálőni valakire és egyszer se találni. Sose bocsátom meg magamnak. Milyen különös. Meg akartam gyilkolni egy embert, aztán nem is tartóztatnak le, nem is jelentenek fel. Hát nyilván őrültnek tartotok. Na persze, én őrült vagyok. De
azok nem őrültek, akik a professzor, a tudós mágus mögé rejtőznek az ostobaságukkal, a tehetségtelenségükkel, felháborító szívtelenségükkel. Azok nem őrültek, akik öreg emberhez mennek feleségükre szállni. Mindenki szemelátára megcsalják. Láttam, hogy ölelted át, láttam. Igen, kérlek, átöleltem, kérlek, neked pedig ez jut. A föld az őrült, hogy még mindig a hátához bennünket. Hülyeségeket beszélsz. Na és aztán, hülyeségeket beszélek. Beszámíthatatlan vagyok, hogy jogomban hülyeséget beszélni. Gyenge vicc. Nem őrült vagy te, hanem egyszerűen bojáca, mániákus. Azelőtt azt hittem, hogy akinek mániái vannak, az beteg, az nem normális. De ma már azt gondolom, hogy ez az ember természetes, normális állapot. Te abszolút normális vagy. Szégyellem magam. Ha te tudnád, hogy mennyire szégyellem magam. Nincs az a fájdalom. Még olyan lenne, mint ez a kínzó szégyenérzés. Kibírhatatlan. Mit csináljak? Mit csináljak? Semmit. Adj valamit. Isten. 47 éves vagyok. Mondjuk 60 éves koromig élek. Van még hátra 13 év. Ez rengeteg. Mit fogok csinálni? Ez alatt a 13 év alatt. Mivel fogom eltölteni? Isten. Érted? Hát érted? Lehetne valahogy, hogy az ember másként tudná leélni a hátra levő életét. Mondjuk, szép csöndes reggelen arra ébredne, hogy új élet kezdődik. A múlt elszámít a füst. Új életet kezdeni. Azt mondd meg, hogy kell hozzáfogni. Hogy kell elkezdeni. Menj már a felébe ezzel. Még hogy új élet. Mi életünk a tiéd, meg az enyém remény. Igen. Ebben biztos vagyok. Hagyj valamit. Jézus. Hagyd abba! Azok, akik majd 200-300 évvel utánunk élnek, akik majd lenéznek minket, hogy ilyen ostobán, ilyen ízléstelenül éltük be az életünket, azoknak talán lesz valami recept, hogy hogyan legyen boldog az ember. Nekünk csak egy reményünk marad. Az, hogy amikor a koporsókban fekszünk, látomások lepnek meg minket. Esetleg még kellemesek is lesznek. Bizony, testvér! Az egész járásban két rendes intelligens ember volt. Én meg te. A nyomorú 10 év alatt az a taposóval, ez a megvedett élet kiszippantott bennünket. Fosfat kifárolgásokban megmérgezte a vérünket, és mi is ugyanolyan bojácák lettünk, mint mindenki más. De nekem nem tudsz mellé beszélni, hagyd csak vissza, hogy nem lettél. Csak összül el sem. Ilyatos. Mindenáron végezni akarsz haladon, eredj ki az erdőbe, és lőd szét a fejedet! De komolyan, ne csak bírjál, mint egy bojáca! Morfiumot viszont add vissza, különben azt fogják inni, hogy én adtam neked.
az is elég kellemetlen, hogy nekem kell téged felboncolnom. Azt hiszed, az olyan szórakoztató? Viszont Alexander, a nagy bátya kilopott a táskából egy ampulla morfiumot, és nem akarja visszaadni. Kérem, magyarázza meg neki, hogy ez ostobaság. Mivel nincs idő, indulnunk kell. Vanya bácsi, tényleg elvetted a morfiumot? Tényleg elvette, biztosan tudom. Add vissza. Miért tényleg bennünket? Add vissza. Legalább olyan boldogtalan vagyok, mint te. Mégsem se kétségbe. Tűrök és tűrni is fogok, amíg magától véget nem ér az életem. Mintha te is. Add vissza. Drága, kedves, édes bácsi, add vissza. Te jó ember vagy. Ugye nem akarsz váltani éket, és vissza adod. Csinálni kéne valamit. Dolgozni. Nem bírom. Nem bírom. Igen. Igen. Dolgozni. Kikísérjük a rokonokat, és rögtön nekünk dolgozni. Mindent elhanyagoltunk. Már elmehetek. Menjen be a férjemhez, mondani akar magamakon. Gyere, bánynak, hogy menjünk. Itt, ha végigmutatok a papában, ez fontos. Elmegyek. Isten vele. Jó. Azt ígérte, hogy maga előbb elmegy. Igen, emlékszem már ide. Megijedt? Hát olyan ijesztő ez. Igen. Pedig, hogy mit maradna? Holnap az erdészetben? Nem, ez már eldőlt. Azért is nézek magára ilyen bátran, mert már biztos az utazás. Csak egyre kérem, gondoljon rám jó szívvel. Azt akarom, hogy tiszteljen. Maradjon itt kérem. Ismerje meg, hogy semmi boldog nincs ezen a világon. Nincs semmi, ami lekötni a figyelmét. Nincs semmi kötelezettség. Előbb vagy utóbb úgyis megadja magát az érzelmeinek. Ez elkerülhetetlen. És akkor már sokkal jobb, hogyha nem a városban vagy tudom is, hogy hol a felébe történik, hanem itt. A természetül. Legalább költő lesz. Az ősz is milyen szép. Itt van erdészet, félig romos udvarházak, Turgenyev is megirigyelni őket. Jaj, milyen mulatságos ember maga. Mérges vagyok magára, de akkor is. Jó szívvel fogok magára gondolni. Érdekes, eredeti ember. Többet mi már úgysem találkozunk, úgyhogy minek tagadja, még egy kicsit magába is szerettem. Szorítsuk meg egymás kezét, és váljunk rá, mint két jó barát. Tartson meg jó emlékezetében. Maga is jövőre volna. Érző élek, de van valami furcsaság az egész lényében. Ugye megérkezett ide a férjével, és mindenkinek, aki dolgozott, cserénykedett, teremtett valamit, abba kellett hagyni a munkát, és egész nyáron foglalkoztatok a férje sírálmaival, meg magával.
mind a ketten, ő is, maga is, megfertőztek bennünket a tétlenségünkkel. Én szerelmes lettem, egész nyáron nem csináltam semmit közben. Ott vannak a betegeim, az erdeimben, a szép fiatal erdeimben, a paraszt a marhát legeltetnek. Egy szóval, ha beteszik a lábukat valahová, maga is a férje, ott kőkövön nem marad. Ez is lépálló, de mégis különös. És meg vagyok győződve róla, ha itt maradnának, óriási pusztítás lenne a vége. Elpusztítnak én is, maga is. Finita la comedia. Ezt a ceruzát ezt elviszem emlékben. Elég különös. Megismertük egymást, aztán egyszerre csak valamitől. És már soha többé nem találkozunk. Ja, hát így van, a világ. Amíg nincs itt semmi. Várj a bácsi. Menjünk a csokorral. Kívánok magának minden jót. Bánom is én egyszer az életben. Elmúlt, elmúlt. Borítsunk rá a fájtlat. Annyi mindent éltem meg itt, és annyi mindent gondoltam át. Egész értekezést tudnék írni az utókod okolására arról, hogyan kell élni. Kész örömmel elfogadom hát a bocsánatkérésedet, és én is bocsánatot kérek tőled, Istened. Ezután is megkapod, amit eddig kaptál. Marad minden a régiben. Isten veled. Isten velük! El ne felejtsen minket! Csináltasson egy fényképet magáról is küldje el. Tudja, milyen kedves magam. Köszönöm a kellemes társaságot. Én tisztelen becsülöm az önök gondolkodásmódját, a lobogásukat, a felbuzdulásaikat, de engedjék meg egy sokat látott embernek, hogy a búcsú alkalmával egyetlen megjegyzéssel éljek. A legfontosabb, hölgyeim és uraim, a tevékeny élet. A munkálkodás a legfontosabb. Minden jó. Isten vele. Bocsásson meg. Mi soha többé nem találkozunk. Vigyázzon magára. Kedvesen. Te, Szivacs!
Szóljál már, hogy egy füst alatt fogja meg belekerni. Meg lesz cimbora. Hát te, nem is integetsz neki? Professzor, persze most örül. Mézes madzaggal se csalod ide többé. Elmentek. Isten adjon, szerencsés útjuk legyen. Legelőször is megírod a számlákat, Ványa bácsi. Rettenetesen el vagyunk maradva, és küldöd valaki egy számláért, kezd hozzá. Számla. A hatodik. De rám jött az álmos. Csönd van. Percegnek a tolle. Minden olyan nyugodt, minden olyan otthonos. Sehogy sem akarom, cikkel menni innen. Na. Fogtok. Hát akkor nincs már sátor, mint hogy el tud csúszni. Hát hová ilyen sietve? Ülj még egy kicsit. Nem lehet. Fennmaradó, kiegyenlítetlen tartozás. Na kérem. És mikor látjuk? Nem tudom. Nyáron nem igen. Télen alig, ha egyszerűen, hogyha adódik valami, akkor csak szóljon. Köszönöm az ételt, italt, a jó szót. Szóval mindent. Isten veled, öreg anyám! Na, csak így elmennél te anélkül. Én nem nagyon kívánom. És? Kockák? Azt talán. Afrikában most bizonyára gyökmeleg van. Szarjú lehet. Igen. Valószínűleg. Hűségedre. Falatkenyére. Nem tudom, így is. Hát akkor mindenkinek minden jót. Ne kísérjen ki senki. Nem kell. Február 10. Zoltán Szegró. Apropóból. Február 21. 15. Apropóból. Hajdin a darab. Elment.
Jó éjszak! Összesen 15, 20. Mit csináljuk, jönni kell? Mi Ványa bácsi, jönni fogunk. Sok-sok napot fogunk leélni. Hosszú estéket. Türelmesen elviseljük a megpróbáltatásokat, amiket ránk mér a sors. Másokért fogunk dolgozni, most is örökkorunkban is nem lesz nyitunk. Akkor eljön az idő, engedelmesen meghalunk. És ott a síron túl majd megmondjuk, hogy szenvedtünk, hogy sírtunk, hogy keserves volt. És az Isten majd megszámlál minket. És nekünk kettőnek, bácsikám, drága bácsikám, fényes, gyönyörű, finom életünk lesz. És nagyon megörülünk neki. És mosolyogva meghatottan tekintünk vissza mostani boldogtalanságunkra. Aztán megpihenünk. Én hiszek benne, bácsikám. Igazán hiszek benne. Aztán megpihenünk. Olyan nehéz a lelkem. De tudnád azt, hogy milyen nehéz? Milyen nehéz? Megpihenünk. Halljuk majd az angyalokat. Látni fogjuk a gyémántos eget. És látjuk majd, ahogy minden földi rossz, minden szenvedésünk elmerül az irgalomban, amely betölti az egész világot. És az életünk olyan csendes, gyengél, édes lesz, mint a simogatás. Én hiszek benne. Hiszek benne. Szegény bánya bácsi, te sírsz. Egész életedben soha nem tudtad mi az öröm. De várj, bánya bácsi, várj. Megpihenünk. Megpihenünk. Megpihenünk.